Te és én forever, azaz mindörökre. Tábla hirdeti az egyik szexádi bevásárlóközpontban található ékszerüzlet előtt, hogy február 14-én ünnepeljük a Valentin napot, vagyis a szeretet és a szerelem ünnepét. Ilyenkor sokan lepik meg szerettüket valamilyen szép, maradandó ajándékkal. Az ékszert is egyre többen választják, mondja az ékszerbecsüs, aki szerint 20-30 kal nő ilyenkor meg az üzletforgalma. Ez teljes széles a skála, ezüstöt is, aranyékszereket is, fiatalok inkább az ezüstöt, Aranyékszert is. Uh -huh. Szívecske motivum? Szívecske medálok, szívecske karkötők, karláncok. Hölgyek is vesznek férfiaknak karkötőket. Sőt, Holló Siné Móruc Ágnes azt mondja, Valentin napon több a leánykérés is. Sokan vesznek ilyenkor jegygyűrűt, és egyre drágábbakat választanak a vevők. A fehér arany és a gyűrű iránti kereslet az igazán nagy. Mások inkább a 10-20 ezer forintos szívalakú medállal lepik meg kedvesüket a szerelem ünnepén. Megint mások az 1-2 ezer forintos bomborra, néhány virágra esküsznek. Ám vannak az igazi hős szerelmesek, akik több 10 ezer forintos csokrot választanak. Sőt, már az internetről is lehet rendelni komplet ajándékcsomagot. A határ pedig a csillagos ég. A rózsás, plüsmackós, csokoládés desszertes verzió 26.800 forintba kerül az egyik online virágboltnál, de az 50 szál vörös rózsából kötött csokorért akár 80.000 forintot is elkérhetnek. Egy felmérés szerint egyébként Magyarországon a megkérdezettek kevesebb, mint fele tartja is ünnepi ezt a napot. A férfiak 21%-a étterembe viszi kedvesét, 20%-uk az ékszer mellett teszi le a voksát, és csak nem fele vesz virágot választottjának. A a hölgyek 52%-a fogadja örömmel a virágcsokrokat, a férfiak szívesebben mozdulnak ki. A finom fogások mellett egy közös utazás is gyakori program Valentin napon. Három év alatt 42%-kal költöttünk gyakrabban erre, és szállásfoglalásaink értéke is 51%-kal nőtt, derült ki egy másik felmérésből.